Köszönöm a szót, az eddigiekhez csatlakozva, azért itt egy páran elfeledkeznek a tényekről. Tény, hogy Pintér Gábor cigánykurvának nevezett egy 15. kerületi állampolgárt. Tény, hogy Pintér Gábort ezért elítélték. Tény, hogy Pintér Gábor egészségügyi okokra hivatkozva nem ment el bírósági tárgyalására több ízben. Tény, hogy Pintér Gábor az RTL Klub kamerái elől elmenekült, gyáva módon nem mert szembenézni a valósággal, és nem mert ezügyben nyilatkozni. Az is tény, hogy ez idáig nem kért ezért bocsánatot. Kedves nézőknek mondanám, hogy Gyurkovics képviselőtársam, aki itt ül velem szemben, olyan áhítatosan szokott mindig nézni, amikor Orbán Viktorról van szó, akár egy szentről, és nagyon kikéri magának, hogyha Orbán Viktort szidják. Egyelőre Gyurkovics képviselőtársamnak üzenném, hogy ma Magyarországon még nincsen felségsértési törvény. Jól látszik, hogy a 15. kerületi Fidesz politikai kultúrájába beletartozik, hogy leginkább csak nőkkel mernek keményen bánni, hiszen emlékszünk rá, hogy korábban Viktorné dr. Kovács Judit hogyan nyilatkozott, hogy helyi vezető fideszes politikusok hogyan fenyegették meg őt és élettársát. Emlékszünk rá, hogy milyen nemtelen támadást kapott Lampert Mónika jegyzőasszony. Emlékszünk Német Angéla ellenért támadásokra. Jól látható, hogy ma a 15. kerületi fideszesek leginkább csak nők ellen mernek fellépni. Nem véletlen hívják ide Bájer Zsoltot, nem véletlen paroláznak nőgyalázó, nőalázó emberekkel. Szégyen teljes, amit itt művelnek, de ezt már megszokhattuk tőlük.